Viszont választ nyújtott be a kormány ellenkérelmére Karsai Dániel a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán. A 46 éves gyógyíthatatlan betegségben szenvedő alkotmányjogász azért indított pert, hogy méltósággal fejezhesse be életét. A kormány azonban úgy gondolja, hogy az emberi életről nem az embereknek kell rendelkezniük. Egy friss kutatásból viszont az derült ki, hogy a magyarok 79%-a eutanázia párti. Tolókocsiban érkezik Karsai Dániel, akinél tavaly nyáron ALS betegséget diagnosztizáltak. Állapota rohamosan romlik. Járni már egyáltalán nem tudok fölállni sem segítség nélkül. Az idegsorvadásos betegségből nincs kiút. A 46 éves alkotmányjogász méltósággal szeretné befejezni életét, ezért a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán indított pert. A kormány viszont ellenkérelemben azt kérte a testülettől, hogy ne fogadják el Karsai eutanázia kérelmét, ugyanis szerintük a bíróság a 2002-es Priti kontra Egyesült Királyság ügyében már válaszolt az összes felvetésre. Az alkotmányjogász nem így látja, ezért viszont választ adott be. Sokkal több dolgot vettek fel, mint a politikben volt ott. Idézőjelben mindösszesen az volt a panasz tárgya, hogy a panaszos hölgynek segíthet-e vagy nem a férje a kégyes halában. Itt én sokkal általánosabban vettem fel a öngyilkosságban való közreműködést. A kormány azzal is érvel, hogy az európai jogban nem történt olyan fejlődés, amely indokolná a változtatást a 2002-es ítélethez képest. Karsai jogi képviselete szerint viszont jelentősen megváltozott a témában az európai álláspont. A Strasbourgi Bíróság már kimondta, hogy létezik olyan önálló alapvető jog, hogy egy egyén eldöntheti, hogy hogyan és mikor szeretne meghalni. Egy már létező kimondott egyéni alapjogot pedig csak nagyon nyomós okokból lehet korlátozni, nem pedig a jogalkotó szabad belátásán múlik, hogy azt hogyan szabályozza. Karsai Dánielék szerint a kormány elhallgatja, hogy vannak olyan országok, ahol elfogadott az eutanázia, és van társadalmi támogatottsága az életvégi döntésnek. Egy friss kutatás szerint Magyarországon az emberek 79%-a eutanázia párti. Az emberi életről nem az embereknek kell végsősorban rendelkezni. Tehát ez mind a halálbüntetésre igaz, mind az eutanáziára. Gulyás Gergely újságírói kérdésre azt mondta, nem ismeri Karsai Dániel, de jobbulást kíván neki. Mindig bízunk a csodában. Karsai Dániel sérelmezi, hogy a magyar jog megfosztja őt az élete vége feletti kontrolltól, és arra kényszeríti őt, hogy minden szenvedést elviseljen haláláig. Lehet egy olyan pont, amikor úgy gondolom, hogy ezt már nem akarom csinálni, a döntéshez való jog alapvető emberi jog ebben a témában, és én azt követelem, hogy nekem adják meg. A téma szakértőit a Strasbourgi Bíróságon november 27-én hallgatják meg.